A Botján hegy és környékén miért van trágyaszag? Tette fel a kérdést az egyik szexárdi közösségi médiacsoport tagja augusztus 26-án hétfőn. A bejegyzésre több száz hozzászólás érkezett. Voltak, akik a szennyvíztelepre gyanakodtak. Az egyik kommentelő azt írta, a szennyvíztelepről viszik ki ilyenkor az átalakított trágyát a földekre, és amíg nem szántják be és terítve van a földeken, addig büzleni fog. A témával kapcsolatban kérdeztük a szexárdiak tapasztalatait, először a város felső részén, a Botján hegy közelében. Igen, kimentem ebbe az épületbe lakom itt, és az erkélyről lehetett érezni, hogy olyan valami nem stimmel. Ez tegnap volt? Tegnap. És mit gondolom, hogy mi lehetett az? Hát valamit égettek, vagy valamilyen. Nem tudom. Mi is napok óta panaszkodunk, és tapasztaljuk, hogy rettenetes bűz van, tehát valami trágyaszagnak gondoljuk, de hogy honnan jön, nyilván akkor, amikor a szél erre fújja felénk, ez nagyon-nagyon csavarja az órunkat, tehát ez nem egy jó dolog így. Fönt lakom a Vapotyán utcába, este nem lehet az ablakokat kinyitni, hát olyan bűz van. És mit gondol, hogy mi lehet az? Hát szerintem a szennyvíztárolótól jön, vagy valahonnan a sertés telepről, nem tudom, hogy itt a környéken hol van sertés telep, de valahonnan jön, az tény. A helyiek szerint a bűz nem csak a város felső részén, hanem a központban is érezhető volt. Tegnap délutántól kezdve és 9 óráig, fél 10-ig borzasztó bűz volt. Szagolgattuk, hogy mi lehet, hát nem állatbűz volt, rájöttünk. Tehát nem trágyaszag, valami egyéb ganyészag volt. Nem tudjuk, hogy pontosan mi, de nem tudtunk szellőztetni. Már én elmondom őszintén, hogy törölközővel az orromon, arcomon, így néztem a tévét este. Nem vagyok egy finnyás természetű, de nagyon kellemetlen volt fiatalember. Egy futárként dolgozó fiatal is hasonló tapasztalatokról számolt be. A kollégákkal beszélgettük az utunk során, hogy különböző címekre mentünk, és mindenkinek hány ingere volt már a szaktól, és egyszerűen nem tudtunk normálisan dolgozni, és haza kellett mennünk, mert nem tudtunk illenni. És szerintem, ha tényleg ilyen a probléma, én azt mondom, hogy ezt mint mezőgazdasági technikus, ha tényleg sertés vagy marhatrágyat engedtek ki a földekre, azt azonnal bele kellett volna dolgozni. Tehát hagyták, hogy ott legyen, igye be a föld, ez nem történt meg szárazságban, ezért lehetett ez a probléma. A témával kapcsolatban e-mailben kerestük az Erőv Víziközmű ZRT-t, arról érdeklődve, hogy a szakhoz van-e bármi közük, és ha van, akkor pontosan milyen formában. Kérdésünkre adásunkig nem válaszoltak.